A petánk lényege, hogy a kis fagolyóhoz, az öcsihez minél közelebb juttassák a versenyzők a saját játékszereiket. A sportág őshazájában, Franciaországban nagy népszerűségnek örvendő játék Fehérváron is sokakat magába szippantott, főleg mióta pálya is rendelkezésre áll a palotavárosi tavaknál. Elmúlt év november-decemberében került a szakosztály a Magyar Petánk Szövetségnek a tagjai közé. Tavaly volt egy olyan célkitűzés a Petánk Szövetségnek, hogy bővíteni kellene a szövetségnek a létszámát, a szakállomány, szaklétszámát, és így végül is 22-23 fölé sikerült országos szinten a MAPESZ szakosztályon belül a szervezetet bővíteni. Elég fiatal szakosztály ezáltal a Szondinak a petánk szakosztálya. A nyílt edzés keretében a különböző dobásformákat és játékszituációkat is lehetett gyakorolni. Az fogott meg, hogy nagyon jó közösségépítő játékként ismertem meg, illetve olyan játékként, ami én megfogalmazásom szerint golyósaknak minősül, hiszen nem csak arról szól, hogy vannak három golyó egy kézben, és azt akkor eldobáljuk egy célgolyó irányába, hanem olyan fifikásan kell mindezt tenni, végül is eljussunk a 13 ponthoz, hogy az ellenfélnek nehézségeket okozzunk, illetve az ő által okozott nehézségeket megpróbáljuk a saját módszerünkkel kikerülni, és lejátszani azt, hogy mi nyerünk a játék végén. A Honvéd Szondi Petánk szakosztálya edzéseit vasárnaponként 17 órától a palotavárosi tavaknál tartja.